Nos, folytassuk is. Csak közben a videó megállt, és ide és már. És a radékok felrobbantották a hajót, ahol elvileg Brent volt. Brent! Hát, szomorú történet. Ott a mobil. Elfelejtettem. Ja, mi? És látjátok, az alma semmiben nem pusztul el. Tök jó. Pittyeg, az a köcsög telefon. Ez úgy nagyon tetszik ebbe a játékba. Ez a kicsit képregényes beütés. Nem rossz. És itt, inkább azt mondanám, hogy kimondottan jó. Én amúgy is imádom a képregényeket, úgyhogy... Úgyhogy akinek nem tetszik, az nyelje le. És ha tudjátok. Hát igen, a csaj egy kicsit besokalt, mondjuk én is besokalnék. Felrobbantották volna a hajót, ahol a bátyám van. Kicsit idegi alapon lennék. Mindenkit széttépnék, letépném a fejüket, belánynék a tüdejükbe, leönteném benzinelőket, felgyűjtenem a gecibe, megerőszakolnám a kloákájukat, de lehetne ebbe a sorrendbe. De semmi betegség, semmi. Na. Feladtad. Erről a nőcről annyit kell tudni, akinek most nem látjuk a fejét, mert úgy néz ki, mint a boci a pipibe az anya, meg a szapa. Hogy teréktől... Ja, nem, most már látjuk. Na mindegy. Ez a nő, ugye... beállítja itt a fecsnek, hogy ő segíteni akar, meg így jobb lesz, meg stb. De közben nem így van, mert ő a kanduitok ellenek van, tehát olyan, mint fecs, meg Delsin például. Ugye ezt a nőt nem szeretjük, mert történt egy-két dolog a Second Sun-ba, amire azt mondom, hogy még amikor én játszottam, én is ideges lettem, és izomból nyomtam a joystickot. Na. Most ez a Vén Szottyat Gábor Zsazsa tesztelget minket meg minden, hogy nyomjuk a cuccokat. Ugye, hogy itt tanuljuk meg igazából, hogy miket tudunk, és itt fejlődünk, úgymond. Bár igazából ilyenkor már rég tudnia kellett volna, mert ha őszintek akarunk lenni, akkor ez végül is már 2 évvel utána van, tehát, és ahogy játszani fogunk, ugyanúgy fogjuk tudni használni, de na mindegy, tehát értitek, hogy miről van szó. De biztos én gondolkozok szarul, úgyhogy kapjam be. Piki, kapd be a nagy fasz, mindegy. De amúgy mienség van, nem? Szerintem jó. Szép formás popó, meg minden. Kicsit ilyen, hát nincs csöcse. Lehet comba, jó a seggel. Fél szerintem menjünk is el 18-as karikába. Vágjuk hanyat a csajt, az tízé, az dur. Igen, nagyon jó. Jó, megvédem, nyugi van. Ez az, és azt is. Hey! Halljál már meg. Túléted, szia! Igen, amúgy látott már orvos, és nem vagyok bolond. És de az vagyok. Úgy, láb. Na jó, megint lelőjük. Mit tapsolsz? Öcsém. Gyerünk már, nézzük a seggét, ez az. Pucsics, te! Baby.
What is this? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Don't. Menjünk, meg kell menteni. Megmentjük a világot a pusztulástól. Hello, srácok! Ja, hogy azt te még élsz? Ez az, nagyon jó vagyok. És nézzük megint. Ugye megnyomjuk a baloldali analógot, akkor tudunk ilyen, hát hogy is mondjam, látunk mindent a környéken, tehát ez a lényege. A bal analóg benyomásával sikerül ez. A körrel ugye tudunk így, hát villogni, vagy én ezt nem is tudom minek hívjam. Ez az. Hopsz. És ugye a bal hátsó gombbal tudunk így, ugye amikor fénylik az embernek a keze meg ilyenek, azt a bal hátsó gombbal látjuk, így közelítünk rá is. És a jobb hátsó gombbal, tehát a bal hátsó gomb az nálam az L2, a jobb hátsó gomb az R2. Több képesség egyelőre így nincs, az ütés van, ugye ez a siklás vagy mi a pöcs, az ugrás van, ugye ez a lebegés, ez a 2x-el megy, ugye egy ugrás 1x, stb. Challenge, nagyon jó, kaptunk challenge-et, tökre nem érdekel minket, ugye ott vannak az upgrade-ek is, nagyon jó, és ki tudjuk választani a karakterünknek, hogy miket szeretne csinálni. Jó, má, értem én. Pötti. Na, light speed, ugye erre lehet nyomni, hogyha gyorsabbak akarunk lenni, és erre is fogunk nyomni. És a még gyorsabb photon jump, ugye. Ugye ez amikor siklunk, vagy villanunk, nevezzük úgy, hogy villanás. Akkor villanunk, és utána nyomunk egy X-et, akkor tudunk ilyen nagyobbat ugrani. Tehát ez ezért fasza. Látjátok? Nagyon jó. Na, és akkor lebegünk. Tehát ilyen lézerlövéssel, meg ezekkel Darth Vader elment a picsába. Na jó, nem, azért nagy úr, az nem, de érted. Nagyon jó. Ja, hoppá. Ugye, most ilyen véveket kell végig gyürkészni. Nagyon bénán célzok, mint mindig. De hát ez nem volt újdonság, szerintem. Hú, ez a dang! De király volt. Oké. És oda fölmegyünk, mindenkinek szétítjük a fejét. Nem is ide. Ja, vagy Pinky, nem oda kell menni, szia! Ez az, lőjük a kezét, bár úgy szerintem már 80 ezer dolgot állottam a kezén kívül. Nagyon jó. Szerintem ugorjunk le, mert pont ott lesz alattunk az ember. Meg a killing spree to this fucking shit, picsa geci. Na mindegy. Szia, haver! Köszi! Oké, a következő az ott lesz. Na, haladjunk. Megint leugrunk a picsába, és durr! Szívesen haver, van pacsi vagy ilyesmi? Semmi? Szívünk egy kis neont, én azt mondom. Ami azt hiszem valószínű itt lesz. Aha, itt van. Nagyon jó. Gyerünk neon! Hova tündinélt az ember? Megyek haver! Megyek! Hopsz! Kicsináltam az ember? Na mindegy. Nem direkt volt, na hát most. Bármelyik hőse előfordul, hogy megöli a áldozatot. jó. No stress, no para. Nincs gáz, se gáz, érted? Se gáz. Jaj. Gyerünk, lőjünk le mindenkit. Azt mondtam, ja, hogy lent van. Jó van. Semmi baj. Ez az.
följebb lesz szerintem emberünk. Igen, így. Headshot. Szívesen, puszi! Itt van alattunk pont egy ember. Dér, de kis köcsök. De és, hallod, amúgy, tehát ez a vicces az egészben, hogy ezek a elvileg, mondjuk csak most ilyen hologramok, meg ilyenek, de ezek az ő embere, érted? Tehát a, de már mint a íz a Gábor Zsuzsának. És akkor hagyja, hogy így szétbasszom a fejket, meg minden, na mindegy. Tehát engem annyira nem zavar meg ilyesmi, de én biztos az embereimet nem hagynám így izé. Hogy nézzétek, ott az a VR ribanc, hogy jó, szét fogja verni a fejeteket. Na, akkor jó van. Tehát érted, hogy így... Ilyet mondaná a főnököm, hogy filmáljon egy izé ribanc, azt szétveri a fejed. Biztos örülnék. De hát biztos jó gázsit kapnak, nem? Szia! Ide fénylikaltam, ja mi? Ez az. Lőd már őket! Szerintem amúgy elég szép játék. Tehát így ahogy folyamatosan megy, ugye ez a 60 FPS-nek köszönhető, hogy ilyen kis fasza ez a játék. Mert olyankor folyamatos a kép. Ugye már 20-valahány FPS-nél is folyamatos, de ugye a 60 FPS-t azért aki szereti a jó grafikát és úgy nagyjából vágja is a dolgokat, az észre is veszi egyből, hogy mi 30 FPS, 60 FPS vagy hasonlók. Ugye ment erről nagyon sokáig vita, hogy jaj, hát ami nem, hogy a konzolok ugye nem bírják a 60 FPS, csak a 30-at legtöbb játéknál, és mekkora hiszti volt belőle, hogy jaj, hát ezért nem is játék, meg minden. Egyetértek valamilyen szinten, de hogyha egy játék jó, mint mondjuk ez, vagy mondjuk egy Plants vs. Zombies, akkor pont szarok rá, és nem is érdekel, és rohadjon meg bárki, aki azt mondja, hogy de. Értem én, legyen 60 FPS, legyen ez a 80p, én is azt mondom, legyen jó minőségű egy játék, de inkább már azt mondom, hogy a mai játékiparban inkább csináljanak jó tartalmú játékot, mint hogy ilyen fostömlőket. Na, szóval megint ide érkeztünk, ugye kapunk közben ilyen ugye a challenge-eket, ezeket a játék végén ugye kiválaszthatjuk, és akkor tudunk így az arénába így mindenkit így gyapni, meg ilyenek, amikor épp izé idegesek vagyunk. Gábor Zsuzsa épp magyarázt, bár pont nem érdekel. Nagyon jó kis piercingünk van. És megint 2 évvel előbb vagyunk. És jön egy ilyen pöcsfej. Igen. Ez tipikus olyan ember, aki így jön és így szia! Milyen szép hajad van! Belebasszalak a vízbe, szia! Brent? Are you with those Russians? The occurrence? Hell no. Bar. Are you saying they're the ones magát. Vagy egy kicsit hasonlít a feffére. Feffét is néha bebasznám a vízbe. Na jó, srácok, szerintem legyen elég most ennyi. Hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ha nem tetszett egy diszlájkot, iratkozzatok föl, nézzétek a videóimat, osszátok meg a véleményeteket, stb. És következőnek folytatjuk ugyanitt a Infamous First Light-tal. Sziasztok!